öt. Hat. Mikor vagy 6 éves, apa fej? Ma. Igen? Á, most. Most? El tud fújni a nagyot is? Jaj. Hát akkor nem lehet. Közelebb hajolsz, akkor nem lesz szemöldököd, azt tudod? Na, inkább ne fújj le. Majd a vasárnap, amikor itt lesz a Martin is, akkor egy nagy tortát csinálunk, jó? És az milyen nagy lesz? Na, mekkora legyen? Meg milyen legyen? Az is csoki legyen? Csoki. Gombás torta legyen, nem? De én választom ki a tortát. Apa, milyen tortát viccel, választasz ki? Csoki torta, és ekkora legyen. Mekkora? Ekkora. Mi próbáljuk. Hát akkor hát nem tudom csinálni. Vagy ekkora. De ez ott ég a gyertya, bele ne nyúljál. Na, figyelj, Zika, elfújod? Rakjuk ide közelebb. Várja, vegyük ki belőle izét, hogy el tudja fújni. Na, uram. Jaj. Itt most problémát érzek, Némi. Na. Igen, három. De most ezeket fújjad. Igen. Na. Nagyszerű. Hányból fújta el az úr? Hatból? Hát majd, ha videóról visszaszámoljuk. Te szeretnéd fölvágni? Nem, csak más. Csak kiszerelem a gyertyát. Hát kiszerelem ki. Én szeretném. Jó, hát figyelj, akkor hozok egy tányért. De nem kell hozzá semmi, azt kézzel meg tudod fogni, Milu. Milu? Mivel szeretnéd kiszerni? Hát azzal nem lehet. De ha kettő lenne, anya, adj neki valamit a kezébe, amivel ki tudja szedni. Valami csipesszel. Jaj, nem jó, félbevágjátok az oldalgyert. Ki tudod szedni, jó? Nézd csak, le visszaszúrom. Jaj, na, csak is lett a kés. Hogy mi ez? Mondom. És hány éves vagy, Milu? Öt? Uh-huh. Mennyi? Félbe ne vágd. Ups. Hát nem is találhattam volna, mi? Köszi. Hát igen. Na, mozog egy kést, amivel föl tudod vágni. Ott minden. Nagyon vágjunk egy konfettit. Hát! Benne van. Hát, ha elvágtuk egy konfettit, talán abból sem lesz azért túl nagy gond. Mekkora szeletet kérsz? Így? Csak sokkal több konfetti legyen rajta. Oké, akkor megoldjuk. Szórunk még rá konfettit. Várjál. Puty! Szuper. Én fordítsam, akkor nehezebben tudunk konfettit szórni rá. Na, most vágjunk még egyet, apának, jó? Mert a tiéd lesz az utolsó. Én csak nagyon picit teszem. Tegy akkor át. Tegy akkor át. Lehet, hogy a Martin is van a tárgyal.